gratulálok a csapat bronz után, egy páros arany. Elég hosszú volt a menetelés, péntek kora reggeli óráktól egészen vasárnap késő esti órákig. Mi volt az előzetes terv? Hát meg akartam nyerni ezt a versenyt párosba is, mert Szlovákiában is megnyertük ezt a versenyt. Mi voltunk itt az esélyesek, de hát ez látszott, hogy fáradtak voltunk a végén már. A csapat bronz meg lett, foglalkozunk kicsit az egyénivel, a végletekig eljutottál, és hogy milyen a sors, valamikor ugye Ádámmal is találkozni kellett egyesben. Hát igen, ellenben nehéz játszunk. Laza edzőmeccs, vagy ez egy olyan kiki meccs volt, amit mind a kettőtök meg akart nyerni? Hát meg akartam nyerni, de nem küzdöttem olyan komolyan, mint egy külföldi ellen. Foglalkozunk egy kicsit a párossal, amikor már jól a vége felé jártunk, a szlovénok voltak az ellenfelek. Hogyan emlékszel vissza arra a meccsre? Hát csapatban is megvertük a szlovénokat, ugyanilyen simán szerintem. Jó volt. Aztán következtek a lengyelek, akik csapatban döntőt játszottak. Igen, őket 2-1-7-3-ra sikerült megvernünk. Hát ott már fáradtak voltunk, látszott rajtunk. A döntőben pedig azzal a német csapattal találkoztatok, akiktől kikaptatok a csapatversenyben. Hát igen, de most úgy jártunk oda, hogy egyenlő eséllyel indultunk. Ugyanúgy voltunk fejben, mint ők. Le is győztétek őket. Még csak az év eleje van, 2010. januárját írjuk. Milyen versenyek jönnek? Hát igazából most február első hetében lesz a Csehországban megrendezett verseny. Ennyit tudok előre még.